A közelgő erős hideg miatt lakosságnak szóló tájékoztatót tett közzé a Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. Az ebben megfogalmazott tanácsok között szerepel például, hogy a krónikus betegségben szenvedők, az idősek ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban. Minusz 10 fok alatt ne vigyünk sétálni csecsemőt, kisgyermeket. Ha muszáj velük a szabadba menni, akkor réteges öltözettel védjük őket. Az arcot, orrot kenjük be zsíros krémmel. A kihűlés veszélye nem csak a szabadban áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan plusz 14 fok alatti hőmérsékleten tartózkodunk. Nagy hidegben gyorsan hűlnek a végtagok. Fontos a lábszár védelme, és fontos viselet ilyenkor a kesztyű és a sapka is. Aki nagy hidegben végtag fájdalmakat, szívritmus zavart, melkosi fájdalmat, légszomjat érez, hívjan orvosi segítséget. A kormányhivatal közleménye szól az autósoknak is, akiknek tanácsos a járműben ilyenkor melegtakarót tartani, és mindig feltöltött mobiltelefonnal induljanak útnak. A Magyar Szociális Fórum is közleményt adott ki, melyben kérik, hogy az eddigieknél is jobban figyeljen mindenki azokra az emberekre, akiket a szabad ég alatt vagy a fűtetlen otthonaikban fagy halál fenyegethet. Ha valaki meggémberedett, maga tehetetlen embert lát, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot. Fordítsanak kiemelt figyelmet az idős, magányos beteg emberekre, szomszédokra, mert a fagyhalál közülük szedi a legtöbb áldozatot, kéri az emberjogi mozgalom. Az MSF szerint a szolidaritás életet menthet.